Kék sütik, kitűzők és virágok. Ezeket viselték a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai. Egy hatalmas molinót is vittek, amelyre a séta az autizmusban élőkért feliratot írták rá. Az autizmus szociális, kommunikációs, kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely egy egész életen áttartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Van egy osztálytársunk, aki ebben a betegségben szenved, és én azt gondolom, talán azért jöttünk ide, hogy megértsük, hogy milyen autistának lenni. Tehát mi nem nagyon tudjuk ezt, nem nagyon tudjuk ezt átélni. Tehát mutattak nekünk egy videót, hogy milyenek az autista gyerekek, hogyan élnek, hogyan élik meg a körülöttük lévő emberek ezt az egészet, és hát azt kell, hogy mondjam, megérinti az ember. Tehát ha végignéz egy ilyen videót, megérti, hogy ez egy, ahogy a videóban is mondták, ez nem egy betegség, hanem ez egy állapot. És ne legyünk olyanok, akik ránéznek egy emberre, és első látásra ítélnek. Mert nem tudhatjuk, hogy az a gyerek autista, vagy nevelési problémákkal szenved. Ő olyan, ha beszélünk hozzá, akkor nem tud hirtelen válaszolni. Tehát neki kell egy-két másodperc, hogy le tudja reagálni a dolgokat, és ezáltal nagyon nehezen tudunk vele kapcsolatot létesíteni. Nikolov Bea elmondta, az autista gyerekekkel az általános iskola speciális tagozatán dolgoznak együtt. Szerinte a gyerekekkel való munkában van kihívás, de ennek ellenére jó velük dolgozni. Holomon is van, hogy a világ egy másik nézőpontból, ők egy másik nézőpontból látják a világot. Olyasmit tudnak adni, hogy egészen máshogy látják a világot, úgy rádöbbentenek az élet szépségeire minket, és felnyitják a szemünket, hogy milyen szép dolgok vannak a világban, ami számunkra teljesen evidens, számunkra teljesen hétköznapi dolog, azt ők nem mindig így látják. Egyre több ilyen autista gyerek van az iskolánkban, és azért gondoltuk úgy, hogy pedagógusok, hogy nekünk is lépést kell tartani velük, mert olyan 20 évvel ezelőtt nem igen találkoztunk autista gyerekekkel, de nem azért, mert nem voltak, hanem azért, mert nem voltak diagnosztizálva. Most ez a diagnosztika, ez most már annyit fejlődött, hogy most már ilyen kisiskolás korban látjuk őket, és megpróbálunk nekik segíteni, hogy még jobban be tudjanak illeszkedni. Bonyhádon már hagyománya van az autizmus világnapjának. Évek óta különböző programokat szerveznek az iskolások, tavaly ugyanúgy a polgármesteri hivatal előtt ért véget az autista gyermekekért rendezett séta. Idén annyi volt a különbség, hogy a rendezvény a polgármesteri hivatalban folytatódott. Itt egy videót vetítettek le az iskolásoknak, amiben megismerhették az autista gyerekek és szüleik hétköznapjait. 8 éve már megünnepeljük mi is az autizmus világnapját, 2007-es ENSZ rend határozat alapján ünnepeljük ezt meg. Én azért gondolom, ezt nagyon fontosnak, a mi iskolánkban is vannak, akik az autizmussal és autizmus spektrumzavarral élnek. Ugye a nevében is benne van a spektrumzavar, ez egy olyan tág dolog, amiben sokan nem tudják, hogy mit kezdjünk vele, mi ez pontosan. Tehát mindenkinek jelent valamit az autizmus, de ha megkérdezzük valakit az utcán, akkor nem tudja, hogy ez pontosan hogy definiálja. Ez a gyerekek, akik köztünk vannak és az osztályainkban járnak, hihetetlenül intelligensek néha, és mégis nem tudnak szociálisan kapcsolatot teremteni sokakkal. És azt gondolom, hogy erre rávilágítunk, és a társadalom többi tagja ezt érti, akkor úgy fognak velük bánni, és ezért fontos szerintem. Az autizmus világnapjának az a célja, hogy megértsük, az autizmus nem egy betegség. Emellett a másik célja a Bonyhádi rendezvénynek az volt, hogy felhívja a figyelmet a beilleszkedési zavarokkal küzdő autizmusban szenvedő emberekre.